Szeretettel köszöntünk mindenkit itt a Frankel úti diszkútnál, ahol most egy kicsit az utca zenéről fogunk beszélgetni, itt a Kutyapárt kampányrendezvényén június 9-ére készülve, amikor is az EP és az önkormányzati választások lesznek. Aki mellettem ül, Keve, aki egy valódi utcazenész. Sziasztok! És el fogja nekünk mondani, hogy miért is lett utcazenész, és hogyan lett utcazenész. Én úgy kerültem az utcazenéhez, hogy előtte informatikában dolgoztam, és láttam, hogy ez nekem nem az a munka, amit én életem végig csinálni szeretnék, és igazából nem nagyon volt ötletem, hogy mit is kezdjek azon a ponton az életemmel, és a zene volt egy olyan dolog, amit akármi is történt, úgy nem tudtam abba hagyni, úgyhogy jobb ötlet hiány, én csak elkezdtem zenélni, és az utcazene az a volt az a lehetőség, amihez ismeretségek, meg akármilyen képzettség, meg háló nélkül is, amit az ember el tud kezdeni azonnal. Úgyhogy belevágtam. Ez volt hát ilyen 2020 vége fele, és azóta csinálom. És itt Budapesten zenélsz sokat, vagy külföldön is? Főleg Budapesten, tehát hogy ez a bázis, de az elmúlt időszakban, az elmúlt egy-két évben elkezdtem kikacsintgatni Európának több részéhez is. Most nemrégben Ljubljanában voltam, Szlovéniában, de játszottam több városba, Bécsbe, Innsbruckba, Brnóba, Prágában egy kicsit, Berlinben még, igen, szóval egy pár helyen már megfordultam. És mik a tapasztalataid? Gondolom, akkor kicsit össze tudod már hasonlítani azt is, hogy különböző országokban, különböző városokban, hogy van mondjuk ennek a szabályozása, vagy egyáltalán hogyan fogadják az emberek. Mesélsz egy kicsit erről, hogy itt Budapesten például ez hogy van? Hát Budapesten amúgy összességében azt tudom mondani, hogy egészen jó a helyzet amúgy utcazenélés szempontjából, bár úgy látom, hogy nincs nagyon szabályozva, és amilyen szabályok vannak, sincsenek nagyon betartva, tehát ez egy ilyen nagyon magyar sajátosság, hogy pont úgy vannak a szabályok kialakítva, hogy be se lehessen tartani őket, meg jó se legyen, hanem éppen rá lehet húzni arra a szituációra, amit éppen akarnak a hatóságok. Mondasz egy példát, hogy mibe ütköztök utcazenészként? Leginkább az szokott történni, hogyha valaki hangos, vagy valami ilyesmi, akkor csak odajönnek a közteresek, vagy a rendőrök, és azt mondják, hogy léci, menj odébb, és próbáld máshol. Hallottam már olyanról, hogy valakit megbírságoltak érte, meg ilyesmi. Velem ez még nem fordult elő, de ez is előfordulhat. Viszont azért alapvetően azt kell, hogy mondjam, hogy többnyire inkább jó arcok szoktak velünk lenni, a közteresek meg a rendőrök, tehát nem szoktak túlságosan bunkók lenni általában, de ez is időszakról időszakra változik. És vannak Budapesten ilyen kúrrens helyek, amik mondjuk tudod, hogy a szabályozás szerint is ott lehet, szabad, meg azért is, mert jó, tehát hogy jól működik, meg az emberek is kedvelik ott? Vannak bevált helyek, amik jók. Ezek a helyek nem azért jók, mert akármilyen megkülönböztetett szabályozás lenne rájuk, hanem csak azért, mert ott már megszokták az emberek, ott nem szoktak feljelentések érkezni, vagy nincsenek annyira lakóházak a környezetben, ahol így lehetne zavarni akárkit is. Ha jól tudom, most az egy-két éve létre jött egy dalos pont a Fővám téren, ahol lehet jelentkezni, talán szerdánként fellépni. Nem a legjobb hely, de lehetséges. Bent a piacon? Nem, hanem a metró lejárónál, ott van egy forduló, és ott van egy kijelölt spot. Szuper, és azt el szabad így árulni, hogy Budapesten mégis merrefele érdemes utcazenészeknek lenni, merrefele találkozhatunk utcazenészekkel? Hát az az igazság, hogy semmi nagyon fixet nem merek mondani, mert minden hely olyan, hogy egy darabig jó, aztán valaki kitalálja, valaki valamelyik önkormányzatba, hogy akkor most nem akarunk több utcazenést, és akkor onnantól kezdve ránk járnak, és mindig elküldenek. Tehát, hogy gyakrabban mennek akkor arra. Igen, aha. Igen. De persze a legtöbb ilyen közlekedési csomóponton azért szoktak lenni utcazenészek.
És akkor te így kiváltod a kis engedélyedet, és akkor próbálkozol, vagy most lebuktattalak, hogy nem szoktál kiváltani? Én nem szoktam engedélyt kiváltani, megmondom őszintén. Nehézkes. Ez is majdnem minden egyes kerületben más, hogy hogyan adnak engedélyt, hogy fix időpontra, fix helyre, vagy hogyan. Körülményes, néha nagyon sok időbe is telik. És milyen, mennyi időbe? Én nagyon eltérő válaszokat hallottam erre, több hónap. Szóval több hónapra előre ki kéne váltsad az engedélyedet, hogy ott valamelyik spoton... Igen, és általában erősítővel akkor se szoktak. Tehát, hogy minden, ami papíron is engedélyezett, az mind erősítő nélküli. Ami eleve egy nagyon nagy megkötés utcazenészeknek, mert hangzásba, meg anyagilag is mindegy nagy minőség romlást eredményez, hogyha az ember nem tudja kihangosítani magát. Jó, én mondjuk, én ugye gyerekként is zenész voltam, utcazenész, én operát énekeltem, úgyhogy én a tüdőmmel hangosítottam, de igen, azt tudom, hogy mostanában a legtöbbek, mert te popzenét játszol. Hát ilyen, igen, főleg ilyen amerikán, a folkzene, rockzene, ilyesmiket szoktam, egy-egy popszám is becsúszik. És amúgy az emberek meg általában ezt jól fogadják, nem? Vagy azért gyakran találkozott? Túlnyomó többségben, igen. Túlnyomó többségben nyilván minden előfordul az utcán, tehát az égvilágon minden elő tud fordulni, de az emberek túlnyomó többsége az pozitívan reagál rá, és nem tudnám megszámolni, hogy egy adott napon hány kedves szót kapok. Azt, hogy hány beszólást kapok, azt észbe tudom még tartani. Olyannyira jól fogadják általában, ha jól tudom, hogy neked ez a foglalkozásod, hogy utcazenész vagy? Igen, tulajdonképpen 4 éve mondhatni, hogy ez az egyik legfőbb bevételi forrásom. És mit láttál másút? Tehát, hogyha például arról lenne szó, hogy az utcazenészek kedvére és az utcazenét élvező lakosok kedvére lehetne alakítani a szabályozásokat, akkor te mit gondolsz, honnan lehetne ezt jól megfogni? Láttál-e valamelyik másik városban, esetleg másik országban olyan gyakorlatot, ami segítség lehetne, egy alapot tudna adni erre? Hát sok példát láttam rá. Berlinben például nagyon hasonlóan működik, mint itt, csak Berlinnél a város kialakítása kicsit szerencsésebb ilyen szempontból, mert ott sokkal több ilyen hatalmas tér van, ahol azért rengeteg ember van, de még sincsenek lakóházak a közelben, tehát és ezeken a helyeken majdnem mindig játszik valaki, és valaki vár, hogy játszhasson ott következőnek azon a helyen, tehát hogy ott sokkal több utcazenész van ilyen szempontból. Most nemrég voltam Ljubljanába, és ott mielőtt mentem, csak rágugliztam, hogy Ljubljana utcazene, és a városvezetésnek van egy oldala, ahol ki van írva, hogy szeretettel várják az utcazenészeket, kijelölt helyek vannak, hogy itt-ott javasolják, ott is többnyire a legtöbb helyen erősítő nélkül lehet, de ott is nyilván vannak parkok, meg egy csomó hely, ahol simán belefér erősítővel is, és ott igazából konkrétan csak leírják azt, hogy légy szíves, ezeket tartsad be, hogyha jössz ide zenélni. Ilyen viszonylag észszerű dolgok, hogy ne legyél ott egész nap, hanem kijelölt idősávok vannak, hogy itt és ott, ettől eddig. Én is Münchenben erre emlékszem. Ott is könnyű volt nagyon engedélyt szedni, azt hiszem 5 euró volt, de ez már több mint 20 éve volt, hogy ott voltam, és ott is az volt, hogy fél óráig voltál egy helyen, és utána mindig csere. De akkor nem lett ezzel így tele, tehát még elfér ennyi utcazenész, hogy ennyire még a honlapon is azt hirdetik, hogy hello, gyertek ide zenélni? Hát én most áprilisban voltam ott, és az még nem az a szezon, amikor el szokta önteni a városokat az utcazenész, úgyhogy most ebből az egy utamból nem tudom ezt megítélni, hogy mennyire telített ott ilyen szempontból utcazenészekkel, de én azt láttam, hogy ott ez annyira része az embereknek a mindennapi életének, hogy lemennek a városba is, hogy mindenhol zene van, meg minden. Én nem láttam azt, hogy ezt így akárki bánná, vagy ilyesmilyen. Pont azt láttam, hogy ez része az embereknek, az ilyen helyi tudatuknak, hogy mi itt szeretjük a zenét, és hogy tudják is, hogy hol van. Hol vannak azok a helyek, ahova az ember lemegy, akkor hallgathat élő zenét. Mit szólsz ehhez a spothoz itt a második kerületben, itt a Díszkút környékén? Már itt zenéltél tegnap is, itt a sarkon, a Pékség mellett, meg azt hiszem, hogy a kollégád, aki szintén itt zenélt most nekünk, a másik oldalon ott a
a drogéria üzlet előtt zenélt. Mit szóltok ehhez a helyszínhez? Ez milyen? Nekem nagyon tetszik, szerintem nagyon hangulatos hely. És egész jól is tudtunk keresni, vagy én legalábbis tegnap. Annyi, hogy látszik, hogy azért itt nagyon közel vannak egymáshoz a házak, meg azért vannak rendesen lakóépületek, szóval én itt mindenképpen figyelnék arra, ha itt zenélnék, hogy ne legyek túl hangos, és ne olyan időben, amikor az emberek pihennének, vagy aludnának. Tehát nem ide járnék ki reggel hétre zenélni például. Tudsz még helyeket a második kerületben, ahol azt mondod, hogy alkalmas lenne? Hát nekem az egyik kedvenc helyem az amúgy a Széll Kálmán tér. Ha jól tudom, az még a második kerület, ugye? Hogy oda tartozik. Van olyan része is, aha. Aha, szóval az nekem az egyik kedvenc helyem, oda régóta járok. És szerintem ott elég messze vannak a lakóépületek, és az egy nagyon jó hely. Megmondom, hogy szerintem a második kerületben nem zenéltem még túl sokat. Kacérkodtam a gondolattal, hogy akár Hüvösvölgybe kimenni, vagy ilyesmi. Az is érdekesnek tűnhet, de még nem próbáltam. Na hát nem véletlenül kérdezem, mert jó, nyilván te is tudod, de akkor elmondom a nézőknek is, hogy a Szabad utca zene az egyik képviselőprogramom itt az önkormányzatnál. Most az első ciklusomban nem sikerült ezt megvalósítani. Hasonló dologra gondoltam én is, mint amit Jubljánáról mondtál, hogy pontokat kijelölni, jól megválasztani, időszakokban jól megválasztani, tehát hogy ne állandóan akkor 0-24-ben szóljon ott a zene, hanem ezt szépen valahogyan keretezni. És egyébként most rendeletileg a második kerületben tilos az utcazenélés, viszont mivel kampányidőszak van, ezért a Magyar Kétfarkú Kutyapárt kampány rendezvényére várjuk az utcazenészeket, az ismerőseidet is, a zenélőkedő embereket, mert ilyenkor ez egy kampány eseménynek számít. Másként egyébként, ez már nagyon más téma, gyülekezésként lehet azt hiszem ilyen dolgokat is bejelenteni, tehát azzal lehet még esetleg valahogy így játszani, de hát ugye a legszebb az lenne, hogyha nem kellene kiskapukat keresni, hanem hogyha lenne egy olyan fajta szabályozás, ami a lakosoknak is jó, meg az utcazenészeket is meg tudja becsülni. Ez a hűvös, hogy ez engem érdekel, tényleg érdekel, hogyha kipróbálnátok ott is. Én alapvetően még gyerekként Solymáról jártam be iskolába meg minden, és most már hát egy jó 7-8 éve, hogy Budapesten lakom, csak minden reggel Hüvösvölgyön jöttem át, és amiatt a utcazene kicsit gondolkodtam rajta, hogy ez jó lehetne. Csak most már messze lakom tőle, de igen. Ide csábítunk, de jó, hogy kampány van. Köszi szépen, hogy beszélgettünk. Köszi, hogy hívtatok. Sok jó utcazenélést továbbra is, és akkor hát remélem, hogy egy ponton majd támogatást nyer a Szabad utcazene program a második kerületben is, és akkor többször találkozhatunk veletek is. Én is remélem, hogy bejön, és sok sikert a kampányba. Köszi, sziasztok!